tudom, a János utcai más, metró megálló másik. Egy bútoldal, ami a metró lángosos is bezárt, de mint láttátok, már üzenek fogjék végig, egyszerűen sem nem véglegesen. De hát az is itt volt. Metró felújítás másik része, itt ez a troli forduló is meg fog szűnni, a trolik a Deák térig fognak járni akkumulátoros üzemben, tehát GVM troliknak az utolsó napja is ez. Úgyhogy itt látjátok a metró megállót, és hát mindjárt akkor bentről is filmezem. És mai nap van utoljára ez a metró megálló is nyitva, Ferenciek terével együtt. Ilyen hétfőn kezdődik a felújítás, és a hétvégén meg egyébként is már metrópótlóbuszok járnak a lehetértől kötőig. Úgyhogy az utolsó üzemnapja. Akkor a Podmaniszki tér felőli vége. Hát, hogyha nem esne ennyire az eső, akkor még jobban is tudnám filmezni, de egyébként akkor érjük be ennyivel. Akkor megérkeztünk a metró megállóhoz. Jelenleg még így néz ki felújítás előtt. Hát, hogy a felújítás után hogy fog kinézni, hát arra még vagy másfél évet legalább várni kell, hogy megtudjuk. Ez egy középperonos megálló. És épp most megy el egy banda. A metró megálló egyik érdekessége itt a Kányádi pad, azt mindjárt megnézem. Remélhetőleg ez a felújítás után is meg fog maradni. És átkerüljük a Kányádi pad, mint a metró megálló különlegessége, és remélhetőleg meg fog maradni a felújítás után is. Itt az is látszik, hogy 2003-ban helyezték el. És a vers is, ami az ihletet adta. Ferenciek tere. Itt vagyunk a Ferenciek terénél, a másik felújításban most érintett metró megálló. Ez is egyszerű, középperonos, hasonló oszlopokkal, mint ami a Deák téren is van. Na és akkor gyorsan itt is körbenézünk, egyébként felszíni épülete nincsen, ez aluljáróban végződik.
szerint remélhetőleg felújítás után legalább egy ilyen pergélapos óra is meg fog maradni. The next station is Calvin.